Hello! Üdvözöl mindenkit legújabb adásával, az Anime & Japan Critics. Majdásunkban ismételt egy eléggé érdekes, illetve kissé fantáziadús történettel szeretnék foglalkozni, ami nem más lenne, mint a Hikaru no O. A Hikaru no O műfajt tekintve a fantasy és a sci-fi kategóriába tartozik. Maga a történetünk legelőször Hinata Rieko tollából jelent meg, aki 2018 és 20 között összesen 4 kötetnyi novellát publikált. Ám ezt követően 2023. januárja és márciusa között 10 rész formájában az anime is megjelent. Nishimura Junji rendező és Oshi Mamoru forgatókönyvíró által. Történetünk a távoli jövőben játszódik, ahol az emberi civilizációt már nem a fejlődés iránti vágy, hanem a félelem és a túlélés mozgatja. Ugyanis az emberek már korán sem rendelkeznek napjaink technológiáival, melyek az idők során feledésbe merültek, ráadásul új veszélyes és rájuk vadászó fajok, valamint betegségek is megjelentek. Ezen felül az emberek a rájuk vadászó lények révén új energiaforrásokra is rábukkantak, amelyek megszerzése nem egyszer számtalan életet is követel. Azokat, akiknek ez a feladata, tűzvadászoknak nevezik, s habár mély tisztelet is övezi őket, de egyben szinte korlátlan jogkörrel is rendelkeznek. Ezen világban él a fiatal lány, Tóko is, aki egy tűzvadász szerencsétlen halálát követően annak kutyájával, Kanatával együtt elindul a fővárosba. Az út során azonban számtalan veszélybe is belekeveredik, amelyek során számos társat is szerez, köztük is a nagytudású Kósit, akinek Tókóval együtt hatalmas szerepe lesz a világ megváltoztatásában, hogy az elveszett tudások és tévhitek végre kiigazításra kerüljenek, s az emberiség újra meglelje az elveszett békét. Összességében egy közepes képi és hangvilágú történetet kaptunk, amely számos izgalmas lehetőséget is tartalmazott, de sajnos ezek nem kerültek igazán kibontásra, ahogy a történet sem került igazán kifejtésre. Szintén gyengére sikeredett az egyes harcjeletek ábrázolása, avagy a karakterek háttereinek bemutatása. Így ha ezek alapján kéne értékelnem, akkor a Hikaru no O csupán csak egy 10/3-as alkotás lenne az én megítélésem szerint. Amíg viszont belekezdtek, előre is jó szórakozást kívánok, és természetesen kövessetek engem a továbbiakban is. Sziasztok!